Már nőnek a palánták és a veteményezés egy része is megtörtént. A múlt héten megnéztük, hogyan folyik a mezőgazdasági közmunkaprogram az önkormányzat földjén. Az apavári töltésen márciusban nagyszabású munka kezdődött. Egy pályázat keretében a Tikövíziknek lehetősége nyílt arra, hogy töltéskorona stabilizálást végezzenek a Gátőrháztól a Szivattyú telepig terjedő 1 kilométeres szakaszon. A vízfogyasztás blokkoló eszközöket szerelnek fel hamarosan a város intézményeiben. Az óvodai alapítvány segítségével és szülői felajánlás eredményeként új járda készült a régi baleset veszélyes helyet a Fészek óvodában. Április 15-én lépett hatályba az új, jelentős szigorításokat tartalmazó szabálysértési törvény. A változásokról dr. Tóth Ferenc rendőrkapitányt és Ferencik Ferenc közlekedés rendészeti osztályvezetőt kérdeztük. Idén mintegy 146 tankötelés korú gyerek kezdi meg tanulmányait városunk 4 általános iskolájában. Közülük 115-en választották az önkormányzati iskolát valamelyikét, és 26-an a református iskolát. Új polgárőr törvény lépett életbe január 1-től, melyről dr. Tóth Ferenc rendőrkapitány tartott tájékoztató előadást a múlt héten. Pályázat keretében roma munkaprogram indult, burkoló és térkőgyártást végeznek majd a dolgozók Macsajvajda irányításával. A Magyar Költészet napján előadói estet szervezett a Városi Könyvtár. Ladányi mazsorettesek sikere, Sport 7 magazin a város sporteseményeinek összefoglalójával. Kommentár nélkül harmonika barátok találkozója,